Eztán egy kicsit hangot lesz. Egyrészt nagyon örülök, hogy itt vagytok, másrészt előre elmondom, hogy mindent megtettünk, hogy nem működjen a meetup. Első eladónk, jól hiszem, Krakkóból jelentkezik be, Google Hangouts varázslat segítségével. FIR-ben hal minket, de azért teljesen biztos nem vagyok benne, azt mi hallani fogjuk, hogy ezt igen, ezt kipróbáltuk. És a 3-4 nyomtásról fog beszélni, hogy ha olvassátok a blogját, akkor tudjátok, hogy már mindent legyártott a nyomtójában, ami volt benne gyárgyal, mert tudott jobbat. Ha nem, akkor olvassátok a blogját, miután meghallgattátok ezt. Kezdünk! Sziasztok, Panasz Gábor vagyok, és mai előadáson az otthoni 3D nyomtató technikáját próbáljuk megtalálni. Nézzük meg először, hogy miért ez a 3D nyomtatás. A 3D nyomtatás lényegében nem más, mint hogy egy nyomtató fejbe elkezdünk belepumpálni valamilyen nyersanyagot, és azt a tárgyasztalhoz képest XYZ tengelyek irányába mozgatni, megrajzoljuk magát az objektumot. Ennek a virtuója nagyjából úgy néz ki, hogy először beszerzünk egy STL fájlt, ami leírja ezt a 3D testet, azt egy slicer szoftverre, egy G-code formátumot lesztálljuk, amit megért a nyomtató is. Végül kiküldjük a nyomtatónak, ami majd vagy nyomtat belőle egy testet, vagy egy rakásszínűt. Összeszedtem egy csomó tulajdonságot, amiket fontosnak tartunk ma egy otthoni 3D nyomtató esetében, és ezeket két csoportba sorolom. Az első csoport az az úgynevezett master kategória, azok a tulajdonságok, ami nélkül ma én nem vásárolnék 3D nyomtatót. Nézzük ezeket. Mindenképpen szükséges egy stabil robusztus szénbáz, mint pedig egy laminált fal. Annak érdekében, hogy a maga nyomtató fej kevés holtmányt járjon, én az XY hajtással szemült, illetve egyébként már megszokott, trapézmentes vonulósót létesíteni belőle. A nyomtatófej hotekének kiválasztatnám, nem használnék olyan nyomtatófejet, amiben ez a kipben hőszigetelő elem szerepe, helyett olyan hotendet választani, ami saját hűtőbordában rendelkezik, és lehetőbb. Ugyanígy a baten érdemes figyelembe venni azt, hogy könnyen karban tartható legyen. Értem ezen azt, hogy könnyen szállítást is összeterelni, illetve takarítása is egyszerű legyen. A következő fontos szempont a direct feed. Semmiképp nem vennék ma már olyan nyomtatót, ami bovdenbe továbbítja nyersanyagot a nyomtató fejnek. Ehelyett olyat választani, ahol az anyagtovábbító mechanika közvetlenül a nyomtató fejre van szerelve. Mindenképpen szükségesek fűtött tárgyakban. A tökéletes első léjjel kialakításához jó, hogy a nyomtató saját maga képes automatikusan a nyomtató fejsíkját a tárgyasztal síkjához kalibrálni, anélkül, hogy nekem bármiféle csavarokat kéne ehhez tekergetnem. Ahhoz, hogy a legalsó réteg ne pöndörödjön föl, olyan tárgyasztalt választanék, aminek a felülete ezt elősegíti. Ugyancsak a warping jelenség megszüntetését segíti, hogyha a nyomtatónak egy zárt hő, temperált hőkamrája van. Ez a hőkamra a warping megszüntetése mellett előnállja a szagok nagy részét, illetve az ABS olvasztásakor felszabaduló minimális cián mennyiséget is esetleg kiszűri. Ezek után nézzük meg azt a 7-8 szempontot, ami igazándiból már csak habatortán. Jó, ha van, de nem halunk bele, hogyha nincsen. Hasznos, hogyha látjuk, amit nyomtatunk, legyen a nyomtatónak egy belső világítása. Vannak gyártók, ahol sebességet tudnak nyerni a nyomtatás során azzal, hogy kétfúvókás nyomtatófejet használnak. Ilyen például az angol Cerabox-nak ez a terméke. Szintén az ő újdonságuk az, hogy az oozing jelenségét megszüntetik a nyomtatófejbe egy tűzszelep használatával. Az oozing az a jelenség, amikor a nyomtatófejet mozgatnom kell A-ból B-be, viszont közben nem szeretném, hogy bármiféle nyersanyag kifolyjon belőle, közben megfolyik. Ahhoz, hogy a nyomtatófej a nyersanyag által bevitt porra ne tömődjön el egy idő után, és ne legyen ebből probléma, pormentesen kell tartanunk a nyersanyagot. Ehhez vagy építünk egy középen látható egyszerű porfiltert, ami lényegében egy műanyag házba egy szivacs darab, vagy pedig úgy olyan nyomtatót választunk, amiben egy pormentes zártokban van maga a nyersanyag.
Nemrégiben a Kickstarteren indult a Spotify nevű cégnek a David nevű nyomtatója, akik azzal az újdonsággal álltak elő, hogy az eddig megszokott nyomtatószár helyett műanyag pelletet használnak nyersanyagnak. Ez azért érdekes, mert a pellet kb. 1/3-ára kerül az előre elkészített nyomtatószárnak. Az is hasznos, hogyha több darab potendőnk van a nyomtatónkban. Egyrészt ennek lehet olyan előnye is, hogy több színben nyomtatunk, bár én sokkal inkább másik hasznos tulajdonsága miatt preferálnám. Az pedig nevezetesen az, hogy magát a nyomtatandó testnek a támasztó struktúráját nyomtathatjuk egy teljesen másik anyagból. Létezik egy PVA rövidítésű, polivinil acetát vízoltható bűanyag, amit egy mosással nyomtatás vége után így könnyen kitakaríthatunk magából a testből. Szintén Kickstarteres projekt volt tavaly októberben a Faptotum nevű nyomtató, ami arra volt képes, hogy cserélhetővé vált a nyomtató fej, és magán a nyomtatási funkción kívül kínált így egy 3D szkenner funkciót, illetve egy egyszerű marófejet lehetett belepakolni. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontosnak tartom, hogy valódi komputertől való függetlensége legyen a nyomtatónak. Ez sok gyártó ma úgy oldja meg, hogy egy SD kártyát szerel a printerbe, és azt gondolja, hogy attól valóban komputerfüggetlen nyomtatás, hogy majd én az SD kártyára kopírom a legenerált G-kódot. Ezzel szemben van két open source kezdeményezés, az egyik az Octoprint, amit bal oldalon látok, a másik a jobb oldali Print2Peer, ami mind a kettő egy Raspberry Pi-ra épülő webszerveres környezet, egy webes interfészen keresztül érjük el vele a nyomtatókat, és valódi létfüggetlenséget tudunk így csinálni. Végül, mivel borzasztó sok 3D nyomtató van a piacon, csak ma 4 darab jelent meg, amiről olvastam, így random 5 darabot választottam ki egy összehasonlító táblázatba. Ezek alapján most úgy tűnik, hogy a középen levő Brit Cerroboxnak a nyomtatója egy igazi befutó versenyló, de csak hogy eloszlassam ezt a tévhitet, felhívnám figyelmet arra, hogy ugyan a Cerrobox valóban egy nagyon jó áru, nagyon sok okos tulajdonsággal, feature-rel felvértezett printer. Ők azok, akik szinte elsőként vezették be azt, amit már a tintasugaras printerekben megszoktunk, hogy egy EEPROM chip lakik a nyomtató nyersanyag cartridge-en, így lehetetlenné téve azt, hogy te bárhonnan olcsó nyersanyagot szerez be hozzá. Összefoglalva azt tudom mondani, hogy ezek után, a 17 tulajdonság ismertetés egy átnézése után a 3D nyomtatás szentgrálya még nem létezik. Én jelenleg nem tudok egyetlen olyan házi kategóriájú 3D nyomtatóról, ami mindent ezek minden tulajdonságot tartalmaznak. Köszönöm a figyelmet! És akkor most jönnek a kérdések, egyrészt itt van egy, most már láthatjátok. Másrészt azt hiszem, hogy az a megoldás, hogy ti bekiabálják, a Robi begépeli és ő megválaszolja. Egyben van a legkevesebb technika, tehát működik. Vannak kérdések egyáltalán tényleg? Mennyi a legolcsóbb profi, ami minden teljesen? Mennyi a legolcsóbb profi? A legolcsóbb bicsoda? Profi gép, ami minden teljesen. Ha van pénzünk, nem tenni teljesen. De nem sok pénzünk van. Hát... az összes ilyen feature-t? Ha visszahozom a prezit, akkor mutatok benne egy darabot, az a... egy pillanat. Itt van. Itt látjátok bal oldalat ezt a cuccot. Ez egy német csapatnak a Replac kompatibilis nyomtatója. Ez olyan 5000 euró körül van. Minden tud, de baromira túl van árazva. Aha. De nem kell megijedni, ha a kompromisszumokat hajlandó kötni az ember, akkor ilyen 1000 eurós nagyságrendben nagyon jókat lehet már találni. Mi az a felhasználási terület, amit a leghasznosabbnak tartasz 3D printerekben? Mi az a felhasználási terület, amit a leghasznosabbnak
Hát amikor én megvettem a sajátomat, akkor egy projektbe prototípust kellett tervezni, de aztán hamar elkapott a gépszi, és azt nagyon kinőtte. Először mindenki azt mondta, hogy hülye gyerek, majd csak nyomtat mindenféle szemetet magának, termelő sok műanyagot, de aztán később a saját családom látta be, hogy ez a háztartásban elképesztő segítség tud lenni. Tehát gondoljatok bele, hogy ha egy pici kreatív kedved van, meg egy kicsit hajlandó vagy tanulni, és meg tudsz tanulni egy egyszerű 3D tervező szoftvert, akkor onnantól kezdve nincs akadály annak, hogy bármit otthon kinyomtass. Bármit, ami a háztartásba szükséges. Nem kell balkárt menni. Arról nem beszélve, hogy olyan dolgokat tudsz legyártani, amik rád vannak szabva. Amit eddig csináltam. Legbonyolultabb, micsoda? Nem értettem a kérdést végén. Mi volt a legbonyolultabb, vagy legnehezebb, vagy a legtöbb szívás, amikor volt? Az autóban csináltam egyszerű olyan iPad dokkolót, ami a mágneseket kellett belepakolni. Az iPadnek volt egy olyan külső tokja, amely egy fém lemez volt belerakva, és úgy kellett nyomtatni a magát a dokkolót, hogy nyomtatás közben kellett belepakolnom a mágneseket, hogy zárt legyen. És vannak printerek, ahol a firmware tudja ezt, hogy adhatsz neki egy pause kommandot. Most már talán ez az első generáció kultúrikuszkoffer is tudja, de akkor nem tudta, és rommá égettem a kezem mindkét. Újabb volt a kérdésed. Igen, és mi az, amit leginkább használ ezek közül a tárgyak közül, megtovább és még ma is? A következő kérdés az, hogy mi az, ami legtovább használ, vagy leggyakrabban használ ezt a kérdésed? Amit minden nap használ, ürdőszobában fogkefek a borotvatartó. A lakás mindenhol, telefon, dokkolóban, az is egy viszonylag sűrűn használt dolog, hogy hát meg tudok nektek mutatni egyet konkrétan. Csak azt mondja, most engem látnak? Igen. Akkor mindjárt kibányászom, lehet, hogy itt az oprendszer egy kicsit kínlódni fog. Ez egy Thunderbolt dock, ezt a CD gyártja, nem tudom, ezt a CD gyártja, itt van rajta egy standard SATA csatlakozó, de az a baja, hogy vannak a tűzkék rajta, és a tűzkék miatt nem tudsz rábújni egy hagyományos diszket, illetve a lötő. És hát annyi kellett, hogy egy pár szó csináltam mintát, még a végén ezt a fogét. És ez egy olyan monguk, amit ráduksz, és akkor egy standard 3,5-es megy rá. Van ennek egy ilyen tesója, ami egy betét, az meg egy 2,5-es hard diszké. Ezt használom minden nap szinte. Árérték arányban mi éri meg jobban, venni vagy nyomtatni telefontartót? Árérték arányban mi éri meg jobban, venni vagy telefontartót, vagy nyomtatni? Mindig jobb nyomtatni. Mutatok ilyet is nagyon szívesen. Itt áll az iPhone a telefontartóval, látod mekkora? Nagy csaló. Tehát ez nem egy bonyolult szerkezet. Egy mezai. Nekem ez a boltba, de mondjuk ilyen 1000 forintos nagyságban talán. Ennek az költsége olyan 70 forint. 70 forint. Tehát nem, ez elképesztően
nagy különbség van egy bármilyen bolti termék között. A gyerekeknek csináltam az autóban ilyen telefonos dokkolókat. Van egy hülyé cég, a Prodit, aki erre specializálódott, és onnan akartak ők rendelni maguknak születésnapra, és mondtam neki, hogy fölösleges, mert én legyártom. 200 forintból jött ki, nyersanyaggal, meg mondjuk 4 óra printer, tehát ráteltünk még mondjuk egy 100-as villanyszámát, a Proditnál ugyanezt 8 rubol volt. És arról nem beszélve tudod, hogy csak telefon cserélsz, vagy bármi változik, hát fogod, átállítod a dizájnt, újra nyomtatod, még 200 forint. És teljesen rád van szabva, pontosan pontosan oda illeszkedik, annyit iterálod, amennyit akarod. De én mindenkit csak rábeszélnék, hogy get a 3D printer. Sokféle nyersanyag van, amit házi kategóriának hívunk ma, az mind műanyagszálból készül. A két legáltalánosabban elterjedt műanyagszál az a politejsav, azzal találkoztok ti is, amikor ilyen tasakos Lipton teát isztok, tasakabból van, ez egy élelmiszer csomagolásra biztonságos anyag, vagy mondjuk a szupermarketes lebomló zacskó is ez a példa. A másik pedig az ABS. Az ABS az, amiből a Lego kockát öltik, az mindenkinek megvan biztos. A példa nagyon merev, nagyon törékeny, viszont nagyon könnyű az művele. Ezzel szemben az ABS elég macerás, magasabb hőmérsékletet igényel, nagyon könnyen megy ez a warping neki, tehát elpöndörödik nyomtatás körben. Sokféle macera, viszont nagyon tartós, szívusabb anyag. Hogy más nem mondja, egy PLA-ből nyomtatott ilyen autós GoPro tartót beakasztasz a szélvédőre, az egy nyári napon lezárod az autót egy órára, simán leolvad. Nekem történt. ABS-ből az elő nem fordul, mert ott hogy is van, 90 fok azt hiszem az a melting point, ahol elkezd az ABS lágyulni, míg a PLA-nál az 55 hivatalosan, de mondom, 40 fok utóba simán meg. Utolsó kérdés, amit igazából mindenki foglalkoztat, hogy mit csinálsz egy frakkózat? Ugyanazt, mint Baján. Én szoftverfejlesztésből élek. Ugye hát tök mindegy, hogy fogjuk internet van, akkor tudok dolgozni. Az én feleségem az Katowicében a Lipton gyárban dolgozik, és sokat éltünk már úgy külön, hogy a munka elválasztott minket, és most eljöttem vele. És itt élünk Krakkóban. Gyertek, nézzétek meg, hogy a várost. Szép a város, tehát ha nem láttátok Krakkót, akkor el kell jönni egyszer az életben. Köszönjük szépen! Nagyon szépen!